Tisztelt minisztériumi koordinációs referens úr, rektorhelyettes úr, dékánasszony, kedves vendégeink! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit rendezvényünkön, mely az Eszterházy Károly Főiskola Roma Szakkollégiumának fejlesztése elnevezésű projekt záró rendezvénye. Nagyon sok mindennel készültünk a mai napra, csak úgy, mint hogy a tegnapi napon is. Nagyon jó volt együtt lenni. Rögtön felkérném a Roma Tehetségek kulturális műsorára Fűrjes Esztert, Balogh Gábort, aki Kaposvárról csatlakozott tegnap este a programhoz, és Csúlya Bencét, aki szintén egri Roma Szakkollégiumi tag, hogy három dallal örvendeztessenek meg bennünket. A második dal a cigány himnusz lesz, úgyhogy majd megkérlek benneteket, hogy álljunk föl. Yeah.
Fürjes Eszter, Balogh Gábor és Csúlya Bence. Nagyon szépen köszönjük. Fantasztikus élmény volt, és tényleg eredetileg ugye, mivel a EGRIEK szervezik ezt az országos találkozót, illetve a záró konferenciát, az Eszter és az EGRI tehetséges hallgatók kezdtek el szervezkedni a kulturális program tekintetében is, és tegnap azért kiderült, hogy a hálózatosodásban mennyi lehetőség van, és Gábor csatlakozott a mai programhoz, úgyhogy a kaposvárjaknak ezért tényleg külön köszönet. Most pedig akkor szeretném felkérni nagy tisztelettel dr. Oli János, tudományos és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes urat, hogy köszöntse a konferencia tagjait. Tisztelt vendégeink, kedves kollégák, kedves hallgatók, hát nehéz szavakat találni ilyen nagyszerű művészeti produktum után, de azért megpróbálom a köszöntőt elmondani. Az Eszterházy Károly Főiskola vezetése nevében szeretettel, tisztelettel köszöntöm mindnyájukat, és hát nagyon örülünk, hogy itt vannak nálunk. Én 13 és fél évvel ezelőtt találkoztam először szakkollégista hallgatóval. A mai napig egészen pontosan emlékszem a teremre, a jelenetre, a beszélgetés minden részletére. Egy fiatalember odajött hozzám az óra után, ez a szorgalmi időszak első hete volt, és azt mondta, hogy szeretne német nyelvű szakirodalmat kérni a kurzussal kapcsolatban. Megkérdeztem tőle, hogy ki akarja váltani valamelyik kötelező szakirodalmat. Mondta, hogy nem, két hete ismeri a tanegység leírást, és ez alatt a két hét alatt elolvasott mindent, és nagyon felkeltette érdeklődését ez a tárgy, és hogy szeretne olvasni, de ő leginkább németül és angolul tud, ajánljak neki szakirodalmakat. Hát én ott a döbbenettől nem nagyon tudtam hirtelen semmit sem mondani, ez egy teljesen egyedülálló eset volt az addigi oktatói pályafutásomnak. Tehát többször beszélgettem vele, minden esetben egy higgadt, nyugodt, világra nyitott, kíváncsi tekintettel figyelő ember benyomását keltette. Körülbelül olyan érzés volt vele beszélgetni, mintha egy akadémikus professzorral beszélgetnék. Kisugárzása volt, karaktere volt, karizmatikus volt. Egészen különleges és kiváló ember volt. Később egyszer, ugye nincsenek véletlenek, de ha talán vannak, akkor véletlennek köszönhetően a berlini repülőtéren összetalálkoztunk. És ott is elmesélte, hogy egy nagyon szerényen, hogy egy szakmai szimpóziumra hívták meg előadni, és hogy az adott témának mennyire örült, és hogy milyen jól érezte magát itt ebben a városban. Fél év során is többször beszélgettünk, és akkor így megfogalmazódott bennem, hogy igen, egy szakkollégista, az az értelmiségi, a tehetség, az önmagáról gondoskodó, az önmagáért és a közösségért, a társaiért felelősséget vállaló tehetséges fiatalnak az ember típusa, ha szabad ilyet mondani. Kifejezetten jó érzés volt vele beszélgetni, szinte vártam, hogy egy-egy órák után odajöjjön, és soha nem volt egyetlen felesleges mondata sem. Többször elmondta, hogy a szakkollégiumban ez a téma, ami a kurzusnak az egyik témája volt, hogy ez másoknak is felkeltette az érdeklődését, és el is hívtak egy ilyen szakmai napra, amit ebben szerveztek, mindenféle kötelezettség nélkül. Csak azért, mert hogy őket ez érdekelte. Csak azért, mert hogy a közösségnek ez jó. Csak azért, mert hogy ez később mások számára is jó lehet, és különböző fejlesztéseket ki is találtak ezzel kapcsolatban. Egészen maradandó nyomokat hagyott bennem, és nagyon hálás voltam a sorsnak, hogy megismerhettem, és ilyen szakkollégistával találkoztam először. Ugye a szakkollégium az egyetem szervezeti egységei között egy rendkívül fontos alapzat. Picit ez olyan, mintha az egyetem, mintha még egyszer azt mondaná, hogy hitet tesz amellett, az eredeti célok mellett, amiért annak idején megalakult. Mintha még egyszer kinyilatkoztatna, és azt mondaná, hogy szükség van arra, hogy fiatalok összejöjjenek egy célok, értékek mentén, jól működő közösséget alkossanak, vigyázzanak egymásra, fejlesszék a közösséget, a világot, társadalmi hozzáadott értéket produkáljanak, mint hogyha az egyetem megerősítené azt, hogy az eredeti célokat egy újabb szervezeti egységgel. Óriási nagy szükség van szakkollégiumokra. Nagyon fontos dolog, hogy szakkollégiumok ilyen jó irányba fejlődnek, haladnak, és hát most ugye olyan időszak van, amikor pályázati konstrukciókkal is támogatható ez a szerveződés, de ezekben a támogatásokban azon kevesek egyike, ahol már azt is fel lehet fedezni, hogy ez egy fenntartható fejlődésnek a lépéseit mutatja. Egy olyan fejlődési iránynak, ami biztos, hogy hosszabb távon is megmarad. A főiskola vezetése nevében szeretném elmondani önöknek, hogy nagyon örülünk, hogy itt vannak nálunk, és bármikor szívesen látjuk a tanácskozást. Derűs szép napot kívánok mindenkinek. Vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, és csak így tovább. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, és további szép napot mindenkinek.
Köszönjük szépen rektor helyettes úr gondolatait, és bár nem mondta, de és nem is mondta, hogy mondjam, de egy videokonferencián kellene már részt vennie, kb. 10 perccel ezelőtt kezdődött, úgyhogy azért siet és rohan, de amikor megtudta, hogy lesz egy énekelőadás, illetve több is, akkor azt mondta, akkor azt mégiscsak lehet tolni egy picit, úgyhogy köszönjük szépen. Egy konferencia szervezése során nagyon sok nehézségekkel megküzdeni. Én azt gondolom, hogy az itt jelenlévők ezt nagyon-nagyon jól tudják. Mi is megküzdöttünk néhányal. És hát nagyon-nagyon fontos volt, hogy a minisztérium támogatását tudtuk magunk mögött. Langertné Viktor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár asszony folyamatosan támogatott ebbe az országos rendezvény megszervezésébe bennünket, és mondta, hogy csináljuk, mert ez nagyon fontos. És az utolsó pillanatban neki el kellett menni a mai napon egy másik mennyitóra a miniszter úrral. És akkor ilyenkor sokféle attitűd megjelenhet a kormányzat részéről. Itt egy nagyon komoly attitűd jelent meg, ugyanis azt mondta a Katalin, hogy bármi lesz, valaki a minisztériumot fogja képviselni, és ez olyannyira így volt, hogy tegnap eljött hozzánk a esti vacsorára, és velünk volt. A mai napon pedig nagyon sok szeretettel köszöntöm, és felkérem, hogy köszöntse a konferencia tagjait, Rácz Tibor urat, egyházi és civil ügyekért felelős koordinációs referens köszöntője következik. Egészen pontosan Langerné Viktor Katalin helyettes államtitkár asszony levelét köszöntését olvasnám fel. Tisztelt egybegyűltek! Köszönöm megtisztelő felkérésüket a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül megvalósított az Eszterházy Károly Főiskola Roma Szakkollégiumának fejlesztése című projektzáró konferencia védnökének való felkérésre. A tegnapi országos találkozón személyesen találkozhattam a résztvevőkkel, mai napon viszont halaszhatatlan elfoglaltságai miatt sajnos nem tudok részt venni, de fontosnak tartom, hogy köszöntésemet levélben elküldjem. Egy fejlesztési program ünnepélyes zárásánál mindig az ad örömet, hogy olyan dolog keletkezett, aminek számos előzménye volt korábban, de a maga összetettségében komplexitásában még nem jött létre. A Roma Szakkollégiumban egy olyan felzárkózási szövet szövődött, melyeket részekre bonthatunk, külön választhatunk mentori segítségre, közösségi alkalmak együtt töltött idejének identitást erősítő segítségére, ösztöndíjra, tanulásmódszertani segítségre, hátrányok mérséklésére, lemaradások megszüntetésére, idegen nyelv biztos elsajátításának segítésére, a tehetség kibontakoztatásának ösztönzésére, és sorolhatnánk a projektben vállaltakat, melyekben a diákoknak része lehetett. Szétbonthatjuk a program egyes elemeit, de nagy bizonyossággal tudjuk, hogy együtt, szövetként, fonatként szolgálja a segítő szándékot igazán. A komplex szó latin eredetének szövet fonat értelmét hoztam fel illusztrálásként, hogy megvilágítsam, hogy a komplex rendszerben a rendszer elemeiből egy új egység jön létre, azok mint egy önálló struktúrát alkotnak. A bonyolultnak tűnő rendszer részei egységet alkotnak, olyan ez, mint egy szép gyékény fonat. A tegnapi országos találkozó kapcsán mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy a támopos konstrukcióban 8 nyertes pályázat indulhatott, 8-féle mintázatú fonat született. Egyik szebb, mint a másik. A különbözőséghez képest a mai délelőttön az egri sajátosságokat ünnepeljük, azt a mintázatot, ami itt jött létre, amely hasonló is és különbözik is a többitől. De nem csak a Roma Szakkollégiumban megtapasztalható felzárkózási és tehetséggondozó pedagógiai módról van most szó, hanem arról is, hogy mindezek egymás közötti kapcsolatokban valósultak meg. Ember és ember, cigány és magyar, roma és nem roma, diák és diák, oktató és diák között. Ha ezek a kapcsolatok ragyognak, olyanok, mint a csillagok, egri csillagok. Ennek a ragyogásnak az ünnepe a mai projektzáró. Üdvözlettel Langerné Viktor Katalin, társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár.